főorvos úr, nálam a rendelőbe rengeteg beteg megjelenik azzal a panasztal, hogy tessék képzelni, ezért, azért, amazért, epekő, krónikus gyulladás, polip, epevezető elzáradás, kivették az epehólyagomat, elmondták a diétát, nem szabad zsírosat enni, nem szabad fűszereset enni, azóta sokkal rosszabbul vagyok, krónikus a hasmenésem, vékony, sárga, bűzös a széklet, állandóan puffad a hasam, még rosszabb helyzetbe kerültem, és amikor paraszkodom a doktorúnak, azt mondja, hogy tessék még kevesebb zsíradékot enni, tessék szénhidrátot enni, tessék könnyen emészhető szénhidrátot enni, és amikor mondom neki, hogy erre a diétára még rosszabbul vagyok, akkor így csinálnak. Hát szólj már hozzá, mint hát igen, tulajdonképpen gyógyász. Kialakult az úgynevezett posztholecisztektomiás szindróma. Mit jelent ez magyarul? Az epesav hiányos tünetekkel. Tehát pont azt, amit a Várhalmi Miklós felfedezett, hogy a természet létrehozta ezt a ragyogóan működő kemikofizikális védelmet, ami maga nem más, mint maga az epesav. Ez a kolecisztokini reakció megy ott. Így van, hát ahogy bekerül az étel a vékonybélbe, a patkóbélbe, rögtön elkezd egy hormon termelődni, ez a kolecisztokinin, ami ahhoz vezet, hogy fokozódik az epe termelés, és kiürül az epehólyag. Hasnyálmiriggyel együtt. De elnézés, hát most már nincs epehólyag, hanem egy krónikus pangás állapot alakult ki, és, így és van, így... azt mondják, hogy kialakult mellé a krónikus hasnyálmirigy gyulladás is. Ez az, mert hát valami miatt egy hiba esett ebbe a szerkezetbe, és megbomlott az epe ürülése. Egy pangásos epe jött létre, amiben kicsapódnak az epesavak, a koleszterin is, és epe követ kövesedéshez vezetnek. Na, de akkor már az epe utakban van. Az epe hólyagban még beszélünk, de most eltávolítjuk, mert ez krónikus problémát okozott, gyulladást okozott, begyulladt még, egy Isten még begyulasztja a hasnyálmirigyet is, hiszen kevesen tudják, hogy egy is ugyanazon a vezetéken ürül a patkóbélbe a hasnyálmirigy is és az epe hólyag is. És így, hogy kölcsönhatással vannak egymásra, és ilyenkor mit csinálunk? Eltávolítjuk, igen, mert hát ez már egy olyan probléma, amit meg kell oldani, eltávolítjuk az epehólyagot, de azt mondjuk, hogy innentől kezdve élje az életét, de nem adunk tanácsokat, nem megyünk egy kicsit vissza az időben, hogy mi okozta ezt. És de elnézést kérek, hát most már nem lesz koncentrált epe, hanem a híg epe folyamatosan fog becsöpögni. Ömlik, és mi történik akkor, amikor egy kicsit, és több zsír, feladata. Egy kicsit több zsír kerülne a szervezetbe, mi történik akkor? Akkor nincs elegendő epe, mert hát honnan vegye a szervezetünk? Elkezdődik az, ami az előző adásban mesélted, hogy rá van bízva a baktériumokra és a gombákra, elkezd a rothadási folyamat, ami rengeteg toxikus anyagot a puffadáson és más kellemetlen hasmenésen és más kellemetlen tünetem mellett rengeteg toxikus anyagot is termel, és hát pont ezt kellene javítanunk, de hát mi van akkor, hogyha most itten diétázunk erősen, akkor az epe csak úgy csöpög, de maga ez a rossz működés megmarad, hát és hát kő alakulhat ki az epe vezetékekben, és rengeteg ilyen eset van, vagy elzáródik, vagy begyullad, összeszűkül. Tehát rosszabb állapotba kerül a műtét így után. Van. Hát pont a galmet hogy segít ezen? A galmet úgy segít, hogy amellett, hogy pótolja az epét, amellett a enterohepatikus cirkuláció, magyarul a vékonybél vérmáj. És viszont megint vékonybél vérmáj, ez az enterohepatikus cirkuláció, ugye mert felszívódik a vékonybélben az epe, bekerül a vérbe, megint májba, visszamegy a májba, ahol autocirkulatív folyamat van. És aktivizálja ezáltal az epe termelést is, minél nagyobb mértékben van, az azt jelzi a szervezetünknek, hogy epére van szüksége, és akkor aktivizálja a máj epe, új epe termelését is, azon kívül, hogy ezt visszajuttatja oda, ilyenkor javul a... Tehát a kívülről bevitt koncentrált epesav belép
az enterohepatikus cirkulációs körbe, és ami hiányzik, a koncentrált epe megjelenik, és gyakorlatilag ezeket a panaszokat enyhíti. És mi van a cukorbetegséggel? Epe útakban megszünteti a gyulladást, oldja a kis homokot, köveket, sőt, hát epe pótlásával, tehát ezzel a galmettel meg lehet oldani egy év alatt a úgynevezett némakövek feloldódása, teljesen feloldódhatnak azok a, mit nevezünk némaköveknek, azok a kövek, amelyek nem okoznak tüneteket, nem okoznak gyulladást. Nemesánszky professzor azt mondta, hogy némaköveket nem bántunk. Nagyon helyes. Némakő az ott van, azt meg kell oldani, korábban fekete rettekkel, most van egy ragyogóbb, jobb természetes, és megint csak természetes anyag, ez az epesav, amivel nagyon eredményesen fel lehet oldani. De